mi az az öt lap közül, ami a legjobban esetleg hasonlíthat az aranyéremre? Hát nagyon nehéz lesz majd olyat találni, de a kis rajzokon vannak ilyen kis apró részletek, lehet, hogy ott is bele lehet majd magyarázni. Többek között a Dixit című játékot is kipróbálhatták a Bródi Sándor könyvtár társas napjára érkezők, akiknek a versenyszellem és az ügyesség mellett a stratégiai gondolkodás is elkért a sikerekhez. A jelentkezőkkel az EGRI társas játékklub tagjai ismertették a szabályokat, azonban csak idő, kitartás és tapasztalat kérdése, hogy valakiből játékmester váljon. A lényeg az, a játék elején mindenki kap 5 darab kártyát, igen, és utána lesz egy minden körben lesz egy mesélő. A mesélő kiválasztja azt az egy kártyát, de azt csak ő tudja, és arról az egy kártyáról mond egy szót, egy mondatot, egy történetet, egy kis novellát, bármit. Az egy éve indított Bródi Játéktár Fantázia nevű kezdeményezés segítségével a különböző társasokat az olvasójegyhez hasonló rendszerben ki lehet kölcsönözni az intézménytől, emellett a tematikus délutánokra érkezők helyben is kipróbálhatják azokat. Számukra a közösségek befogadása és a közösségformálás mindig nagyon fontos cél volt. A társasjáték egyébként is alkalmas erre, hiszen ha az ember egy órát játszik valakivel, szerintem jobban megismeri, mint addig egész életében, hogy milyen az az ember, hogyan gondolkodik, mennyire kreatív, mennyire lehet vele együtt gondolkodni, együttműködni, és ezek a társasjáték alkalmak erre kiválóan alkalmasak. Legközelebb február 17-én 14 órától várják a vállalkozó szellemű társasjátékok iránt elkötelezett jelentkezőket a Bródi Sándor könyvtárban.